iható Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az iható Magyarországért. Sziasztok! Ez az iható Magyarországért műsora, és én Nyulasi Gábriel István vagyok, és itt is van már velem rögtön kedves vendégem, Pálinkás Beáta, alias MC Spirit. Sziasztok, kedves hallgatók! No, hát voltunk így már együtt a stúdióban, itt most Újpesten vagyunk, csúrog rólunk egy kicsit a víz, bár a stúdióban most már egész jó hőfokok vannak. Hozzábújtunk a ventilátorhoz. Igen, igen. Hát végre nyár van, ez egy kellemes dolog. És hát túl vagyunk a... Min is? A nyári bormozin. Hát egy fantasztikus bormozin. Aki nem volt ott, az bánhatja a következőre. Bizony, nagyon limitált létszámmal vagyunk. És ősszel lesz a következő. Így van. Most a Bolond egy napja című filmet láttuk, és mindezt borokkal tarkítva éltük át. 9 bor volt összesen. A Bolond egy napja az egy nagyon jó kis szatirikus lengyel film. A vetítések továbbra is a Vino Piano borbárba zajlanak. És Beus, mondd, hogy hatott rád ez az egész bormozi? Hogy érezted magad? Hát én nagyon vidám és oldott lettem a végére, bár csak kóstoló adagokat ittam, de mostanában sokat edzek és keveset iszok, és kiestem ebből az edzésből. 9 bor, tehát 9 bor az 9. Nem sajnáljuk a kedves vendégektől a borokat, kellemesen meg tudják ízlelni, meg tudják tapasztalni, közben ugye bár tehát van az elején borkóstoló, aztán megy a film, és a szünetben is kóstolunk bort, majd a végén is. És neked melyik bor tetszett a legjobban? Nekem a legjobban a 2020-as füves írsai olivér. A füves volt a nagy kedvencem. Igen, 2020-as Tastner írsai olivér volt Sopronból. Hát az tényleg egy nagyon-nagyon tömör írsai volt. Kicsit nekem furcsa is volt, hogy tényleg elment ennyire zöldfűszeres, vegetális, grapefruitos irányba, de egy nagyon szép aroma készlet volt, és nem is olyan régen, vagyis hát most már azért tavaly kóstoltuk először, mert 2020-as, 2020-ak az első borom, az 2020 szeptemberében kóstoltuk, akkor valószínűleg hirtelen volt lepalackozva, és hát szinte töredékét mutatta. Nagyon érdekes, hogy tényleg érdemes a bormozira is visszahozni borokat, tehát megkóstoltuk fél éve, megkóstoljuk fél év után, és egészen más aromatikát tud mutatni. Megnyugszik a bor, kiteljesedik. Tényleg mind kedves hallgatónak ajánlom ennek a bornak a letesztelését minél előbb. Nagyon aromagazdag, tehát olyan az első néhány másodpercben igazán kanabisz illata van, bár nem tudjuk annak milyen az illata. Nem. Nem tudjuk. Nem de is támogatjuk az jutott, de az jutott az eszünkbe erről, és utána változik a bor, és Gabriel elkezdett beszélni, és később ő is említette ezt az aromát, úgyhogy ez megnyugtatott engem, hogy akkor az orrom az jól működik, úgyhogy nagyon érdekes volt, utána pedig átvált tényleg egy ilyen mező, kicsit a ugye a Zsubrovkából ismert bivajfüves aromák is megjelennek, és aztán mindenféle zöld. Meg hát a gyümölcsösség, a grapefruit, a citrusok. Az pedig nekem a harmadik fázisban tűnt citrusok. Fel. Tehát, hogy érdemes, amikor nem csak úgy iszunk, mert hogy most akkor nagyot kell kortyolni, és buli van, hanem van időnk egy kicsit megállni, borozgatni, akkor egy kicsit várjunk, és figyeljük a bort, tehát hogy szippancsunk bele rögtön, aztán utána várjunk egy pár percet, még egy pár percet is, és közben mi is változunk, a bor is változik, oxigént kap, és nyílik a borunk, tehát hogy
ez benne van a pakliban, hogy ugyanazt az aromát már nem fogjuk érezni 10 perc múlva, hanem valami mást, valami kellemesebbet akár. Tehát én azt mondom, hogy az oxigén, a bornak a nyitása, az mindenképpen egy izgalmas játék lehet. Ez egy nagyon izgalmas bor, nagyon dinamikusan változik, de még a mozi végén is visszakóstoltam, mert hát ugye ez a második bor volt, ezt nálam már nem lehetett überelni az este folyamán, és nagyon kellemes a kellemesek a savai, semmi nem ló ki, egy nagyon kellemesen fogyasztható bor. Hát akkor itt van a poharunkban egy generóza, méghozzá a kunsági Eiffert pincészettől, 2020-as évjáratú, és a generózáról mi már sokat beszélgettünk, így az interneten van több cikk is, amit a generózáról jegyzünk, www.iható.hu, és az az igazság, hogy a generóza egy a legnépszerűbb cikkünk, a generóza az intelligens szülőfajta, amiben a generózának a születéséről is sok szó esik, mivel Hajdú Edit, aki részt vett a nemesítésében, ő is nyilatkozik. Tehát ez egy magyar szülőfajta, 20. századi nemesítés, ezer jó és piros tramininek a keresztezéséből jött létre a generóza, és ezt 1951-ben Bíró Károly hozta létre, és aztán Hajdú Edit az 1976 környékén fejlesztette ezt tovább, kiértékelte, és akkor tulajdonképpen a szőlő életét akkor kezdte el élni, és a 2000-es évek elején nyert tulajdonképpen polgárjogot, tehát érdekes ez is, hogy kell egy fél évszázad néha egy szőlőfajta karrierjéhez, és itt van a poharunkban ez a kis generóza. Mi a véleményed róla, Bea? Nagyon-nagyon kellemes. Friss. Citrusok, virágok. Közben nagy erőkkel szagolgatjuk a poharainkat. Igen. Egyetemen virágos, egy kis licsi. Van benne egy ilyen kis nyári virágcsokor is, ilyen kis vadvirágos. Úgyhogy nagyon-nagyon kellemes ez a bor. Friss, reduktív tétel. Belekortyolunk, és hát jó a savszerkezet is. Én azt mondom, hogy tényleg akár fröccsnek is kiválóan alkalmas ez a borocska, nem? Beus, hogy vagy vele? Hát én óvatos vagyok a gyöngyöző borokkal. Nem szereted a bubit a borban, jó? Nem, a bubit nagyon szeretem. Rossz embert kérdeztem. Így van, egy jégkockát most azért így el tudnék képzelni ebben a borban, ami jót tenne szintén egy kicsit a kis savszerkezet. Jó, kellemes, könnyű, friss, jó ivású. Én azt mondom, hogy soha rosszabbat nyáron, generózára föl. És a következő... Tényleg nagyon könnyed, kis virágos. A következő fél időben megpróbáljuk akkor fölhívni Eiffert urat, Eiffert Jánost, a pincészet borászát, mert hát kipattintunk egy másik generózát is a pincészettől, ami egy prémium generóza 2019-ből, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire, mert jövünk vissza MC Spirittel, és jövünk vissza a borokkal. Szép jó napot kívánok! Én Nyulasi Gábor István vagyok, ez az Ihatóbb Magyarországért műsora. Itt van velem a stúdióban Pálinkás Beáta, alias MC Spirit. Szia! Sziasztok! És már is itt van a vonalba velünk Eiffert János, az Eiffert pincészet borásza, ugye? Igen, jó napot kívánok! Szerbusz, borászkodsz a Kunság mezején. Mit kell tudni az Eiffert pincészetről? Hát igen, mi is voltat kertem borászkodunk édesapámmal. 2016-ban kezdtük el a minőségi borkészítést. Előtte lédik borkészítést folytattunk. Aztán így átálltunk erre a minőségi témára. És hát igyekszünk minél jobb borokat készíteni. Ugye a könnyű, illatos, gyümölcsös fajtákat
preferáljuk jobban, de egyre jobban mennek ezek a fahordós témák is, ugye a generóza, ami 2019-es fahordós generózánk van, ami egy 6 hónapot volt tölgyfahordóban, ez ilyen kis kuriózum. Meg is kóstoljuk most itt a adásba, most töltök is a kolléginámnak. Tehát kibontottunk egy Eifert 2019-es. Így van, ez egy fahordós generóza. Fahordós generóza. Ezt 23-as mustfokkal születeltük, és teljesen szárazra kierjedt. Ugye ez ilyen kicsit késői születről beszélünk, és az erjedés kéthetes, nagyon-nagyon lassú erjedés volt, csontszárazra kierjedt, és elég magas alkoholja van neki, 14 és feles. 14 és feles. Hát igen, az nem semmi. Testes bor. Az nem semmi ez. És milyen hordóban volt ez a bor? Ez egy zempléni magyar tölgyfa hordóban volt 6 hónapon keresztül. Ez egy új pörkölési hordó, ez teljesen új volt. Ez egy első töltésű hordó volt? Első töltésű, igen, igen. De nagyon kellemes, ugye? Ez egy nagyon jó kis testet adott neki ez a hordó, egy nagyon jó keretet és egy mélységet. Illatába hozza a generózának ezeket a mélyebb rózsajegyeket, mellé egy kis vaníliás jegyek is vannak benne, amit így a hordótól is kap. Igen, mindenképpen a fát azért elég erőteljesen lehet érezni, valószínűleg a későbbiek folyamán ez egy kicsit jobban fog integrálódni. Igen, van még neki egy jó 2 éve szerintem, ugye ez a magas alkohol miatt. Jó sokáig el. Biztos, ahogy láttam, a Vinagorán kapott már egy ezüstöt 2020-ban. És mi a véleményed a generózáról, mint szőlőfajtáról? Hát akkor először is azt mondanám, hogy itt van 20 hektár szőlőnk, ebből 8 hektár generóza. Szóval ezzel úgy el is... Majdnem a fele, igen. Szóval termesztés technikailag is, terméshozamba is hozza azt a elvárható szintet, a minőségbe is, szóval ha van rajta 150-200 mázsa, a szőlő ugyanúgy föltölti a gyümölcsöt extrakttal, meg cukortartalommal, nagyon jó cukorképző képessége van neki, szóval nagyon jó kis fajta. Rothadásra egy kicsit érzékeny, ugye, mert a szőlőnek a 2 szülője van, ugye a Tramini és az Ezerjó, és így az Ezerjó egy ilyen rothadásra hajlamos fajta, és azt így a generóza is átvette, de kicsit többet kell permetelni, oda kell rá figyelni, és akkor nagyon, nagyon meghálálja. És mi a tervetek az idei évre? Az idei szőlőből milyen eljárással fogtok bort készíteni? Hát igen, ugye a generóza fajta, ez elég széles skálán lehet vele játszani. Lehet készíteni egy könnyedebb, reduktívabb, illatos fehérbort, lehet egy testesebb fehérbort készíteni, amit akár fahordóban is lehet érlelni, meg ugye hát lehet belőle készíteni most már pezsgőt is, vagy valami házasítást. Igazából most idén mind a 3 irányba el fogunk menni. Vagy akár édesbort is lehet belőle készíteni, nem? Így van, egy késői születésű édesbort is, így van. Igen. És idén melyik irányok lesznek? Nem válaszoltál ügyesen. Hát még honnan tudnál? Igyekszünk kiaknázni az összes lehetőséget. Igen. Tényleg, hogy áll a szőlő? A szőlő most virágzott el. Lassan jön majd a fürdzáródás, és aztán majd az érési folyamatok. Ugye nagyon-nagyon jó meleg van, tökéletesen 100%-osan elvirágzott a szőlő, most már csak ugye rajtunk múlik, hogy ugye egy kis zöld válogatás még történik, hogy valahol korlátozzuk a szőlőnek a mennyiségét. És nincs túl meleg a szőlőnek? Nincs, neki ez kell. Tehát bírja a kánikulát, a generóza is. Bírja, igen, szárazságtűrő fajta. Nagyszerű. Hát nagyon szépen köszönjük a bejelentkezésedet. Reméljük, hogy még sok szép bort fogunk kóstolni az Eifert pincészettől, és hát további jó munkákat. Köszönöm és szépen. És jó borokat. Jó borokat. Szerbusz. Szia. Na hát itt van a poharunkba. Ez a kellemes kis rózsás, fás, gyümölcsös, testes borocska.
igen, hát nem is tudom, milyen ételt tudnék hozzá elképzelni. Valami kis komolyabb sajtos, ilyen durvább sajtokkal ellátott tésztás valamit. Most úgy hirtelen az jutott eszembe. Akkor térjünk rád, Beus, hogy mi van veled, mert hát itt egy kicsit elvitte a fókuszt a generóza, az Eiffel-pincészet, de hát tudjuk jól, hogy szoktál énekelni, freestyle előadó is vagy. Mi van ezekkel a projektekkel? Itt ezek a projektek léteznek az életemben, inkább most a Covid helyzet miatt egy háttértevékenységeket folytattam művészeti pályán, hiszen nem nagyon volt közönség, ugye mindenki otthon volt. Most indul a nyár, most kezdődnek szezonok, úgyhogy igyekszem az esküvői pályára is betörni, mint ceremónia mester, illetve új számon is dolgozom. Milyen témában dolgozol új számon? Hát örök téma, hogyha... Férfi-nő? Nő-férfi? Igen, az férfi, egyik, de... Férfi. Jó, ezt ilyet nem mondunk. Alapból most inkább az út, az utazás egy ilyen kis férfi-nő, tehát teljesen konzervatív vagyok, úgyhogy maradok ennél az alaptémánál. Van egy dalom most, aminek Kapcsolj fel lesz a címe, és némi átvitt értelmet fogunk a sebességváltás és... Kapcsoljuk az ötödik sebességet? Hát én a hetedikre gondoltam, hogy így kezdésnek. De kapcsoljunk, és hát időben ehhez is majd szeretnék videóklipet, illetve rock témában is egy picit ihletett vagyok. Van egy kis rockzenekar, amiben működöm, bár az első koncertünket azonnal elmosta a Covid, úgyhogy azóta megszeppentünk, és néha összejárunk zúzni egy kicsit. De nem lesz nyilvános felvétel? De lesz mindenképpen, hiszen szükség van a... Tehát egy kis koncert, találkozni a közönséggel. Igen, ez nekem fontos. Is annyira jó volt, hogy végre sikerült bormozikat rendezni. Hát végül is volt májusban egy, aztán most júniusban, de hát a következőre azért várunk egy pár hónapot, bízom benne, hogy szeptember az nem lesz hasonló játékba, mint tavaly. Tehát itt nem lesz delta variáns veszély, meg ilyesmi. Én is bízom ebbe, és akkor akár ott is egy közönséget faraghatunk. És mi a véleményed a generózáról? Most, hogy így megkóstoltál egy reduktív generózát, megkóstoltál egy hordós generózát. Hát alapvetően a kóstolást és a kóstoltatói pályámat azt tulajdonképpen én a konyakok mezeiről kezdtem, ezért egyértelmű, hogy a hordós eljárásra teszem a voksom, én azt kedvelem jobban, nem is titkolom ezt, és a buborékokat is kiszedném a borból mindig. Jó, a pezsgő ez egy más történet, mint a gyöngyöző bor, de... Hát igen, 14,5 fokos ez a Eiffel Generosa Premium. Igen, na ez egyáltalán nem érződik rajta. Igen, és nem érződik rajta, tehát egyensúlyban van a bor. Úgyhogy uraim, ha valakit le akartok itatni, akkor ez egy ideális ital erre, mert nem fogja észrevenni a hölgy. Újvású és jó masszív alkohol van benne. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál a stúdióba, ebbe az irdatlan hőségbe, ami most kezdődik. Én ezt vártam, hiszen a nyár mindig jó. A nyár az mindig jó, és bízunk benne, hogy jó lesz a folytatás is. Hidratálódjatok, kedves hallgatók! Hidratálódjatok, lájkoljátok az Iatok Magyarországért Facebook oldalát, olvassatok cikkeket, hallgassátok a podcastjeinket, a rádiót, úgyhogy szép nyarat kívánunk, és ígyatok jó borokat! Sziasztok!